Valahol, Horvátország szívében hosszú idő óta létezik egy tó, mely méltán híres a benne élő óriás pontyokról és a kihívásról, amit magában rejt ez a hely. Az ide látogató horgászok közül sokan nem tudják, de nem csak a halak megtalálása lesz az egyetlen megmérettetés ezen a vizen. A táj, ha jó időben és jó helyről nézzük, csodálatos látvány lehet. Viszont amit ember nem láthat, azt tudja a legnagyobb pusztítást okozni. A szél. Tudósítóink emberfeletti viharokról számolnak be. Továbbra sem tudjuk a túlélők számára. A túl a már most rengeteg veszteség. Szinte lehetetlenség kint megmaradt. A 4 napot tartó folyamatos vihar emberfeletti erőkkel. Ezek azt vettük észre délután, hogy az összes csapat körülöttünk elkezd pakolni. Egyet mondtak, hogy Armageddon. A sátor, amerről a szél fúj, az folyamatosan így hajlik rád, így nyomkodja a válladat. A középen felakasztott lámpa, az így teker. Nagyon sokat voltam már vízparton, de ilyet még soha az életben nem éltem át. Szép jó reggelt mindenkinek! Mi nem is olyan nagyon régen érkeztünk meg, egész pontosan tegnap délután érkeztünk meg Tibajba, ahol igazából egész tűrhető idő fogadott minket, viszont Rebi, Józsi és Zsömi nem ilyen élményekkel számolhatnak be az elmúlt 4 napról, ugye ők korábban érkeztek és korábban kezdték meg a pecát. Most jelenleg fantasztikus az idő, sehol egy felhő, sehol egy szél, gyönyörű szép napsütés, Miami idő van, és elképzelhetetlen az, hogy ők itt mit élhettek át abban 4 napban, amíg szakadt az eső, brutális orkán volt, az időjárásjelzés csak rosszat mondott. Úgyhogy a mostani filmet mindenképpen úgy szeretnénk elkezdeni, hogy ők elmesélik azt, hogy ez személyesen nekik milyen tapasztalat volt, hogyan élték ezt meg, és hogy egyszerűen mi milyen élményekkel gazdagodtak, mi az, amit úgymond lehetett tanulni az egészből. Úgyhogy kezdjük is el. Ugye jelenleg a 6. reggelen vagyunk túl itt a tribai víztározón. Rengeteg minden kavarok bennem. Egy pár gondolat össze szeretném nektek foglalni, hogy mi is történt az indulásunktól egészen a mostani itt létünkig. Ugye nagyon vártam már, egy jó 2 hónapja lefoglaltuk, hogy meglátogatjuk ezt a méltány híres tavat. A nagyhalairól, ugye rengeteg nagyhal tartózkodik benne. Új impulzust is kapott az én pontyhorgászatom ezáltal, ugye mint tudjuk itt Horvátországban a tavak 90-95%-án kizárólag csak dobni lehet. Ugye nekem elég nagy felkészülést igényelt, mivel én ugye nem nagyon szoktam dobni, de úgy gondolom, hogy teljesen jól helyt állok eddig. Ugye hétköznap is még jöttünk horgászni, azért kiártam dobálni, hogy azért ne felkészületlenül érjen az itt eltöltött idő. Ugye szombaton érkeztünk a tóra, ami érdekesség az volt, hogy addig 5-6 sátorral találkoztunk a bepakolásunkig, és egyszer csak azt vettük észre délután, hogy az összes csapat körülöttünk elkezd pakolni. Itt a tó elején található egy kis hütte, és kérdeztük, hogy mit csinálnak, ugye németek, osztrákok. Szerencsére azért beszélek valamilyen szinten németül, és akkor tudtam velük kommunikálni. Azt mondták, csak egyet mondtak, hogy Armageddon, szép idő van, szélcsend, jó, csepereg az eső, és mindenki szépen pakolt össze, és az utolsó éjszakát ugye már mentek másnap haza, a hüttébe várták meg. Nem hittük még el ezt, hogy mi is fog itt történni, egészen ugye felállítottuk a sátrainkat, frontér sátrat hoztam, ugye a szokásos
szociális átramat ugye hoztam magam, ugye mindenünk benne volt, és 11 óra, 10 óra fele elkezdődött így lengedezni a szél. Tudni kell, ugye, hogy hegyek között, ahogy látjátok, majd hegyek között horgászunk, és nagyon félelmetes volt, ahogy lehetett hallani a szélnek a morajlását, ami egyre-egyre közelebb jött, és ezeken a hegyi lankákon most már tudjuk, hogy felgyorsul a szél, és itt nálunk van a tó, a völgybe csapódik le. Tudni kell, hogy az előrejelzést néztük, és 90-es szelet mutatott. Én már jóskán nagyon sok éjszakát eltöltöttem ilyen 90-es szélbe, csak hogy itt azt kell tudni, hogy a 90-es szél az itt nem 90-es, hanem ugye a hegynek, ahogy elmondtam, köszönhetően felgyorsul a szél, és mire lecsap, a másfélszerese lesz, tehát ilyen 150-160 a szelünk volt, ami ugye telibe kapott minket. Ugye az első éjszak olyan éjfél körül le is feküdtünk, de akkor már szinte a sátorba lehetett azt érezni, amikor oldalba kap bennünk ez a szél, hogy milyen erőhatást fejt ki. A sátor lámpa leborult, akkor a sátorban lévő, asztalon lévő cuccok, fényképező, fejlámpa, mindent vitt. Éjjel kettőkor, amiben még soha nem volt részem, hogy ilyen halálfélelem közeli állapot, pedig aztán én több száz éjszakát eltöltöttem már kint. Nagy recsenésre ébredtem, ugye mert a két sátrunk között volt felállítva ez a szociális sátor. Megpróbáltam kivenni a sátorom, azt hittem, hogy az én sátram törött össze. Nem tudtam felhúzni először a cipzát, majd ugye a Andrásnak, ugye, akivel most horgászom itt egymás mellett, mondtam, hogy gyere segítsél, mert rájöttem, hogy nem az én sátram roppant össze, hanem ez a szociális sátor megbillent és rábújult az én sátramra. Ezt majd ugye képeken fogjátok látni, meg már így mutattam is ugye az internetnek köszönhetően fényképeken, hogy mit tett vele. Egy épp merevítő eleme nem maradt ennek a nagyon vastag anyagból készült sátornak. Az egy centis műanyag talponja le volt szövekelve, pedig körbevertem vagy 20 darab ilyen sátorszeggel. Egy épp eleme nem maradt, a ponyvát széttépte, úgyhogy iszonyatos erőhatásnak volt ez kitéve. Na itt telt az első éjszakánk. Annyit még el kell mondani, hogy előtte ugye sikerült fognom egy 15 feletti pontyot, akkor azt hittem, hogy igen, megérkeztünk. Ez csak a jó dologról fog szólni ez a horgászat, hát nem. Ugye, következő reggelen eltakarítottuk vasárnap a romokat, újra próbáltuk ugye dobálni a szerelékeinket, akkor még nem sikerült. A 120 g-os olmot nem sikerült megállítani a fenéken, mert ugye a átfújt keresztbe a tavon a szél, neki csapódott a gátnak, és ugye nem balra vitte szerelékünket, hanem jobbra, mert ugye az alsó áramlat köszönhetően visszafordított az egészet, és úgy képzeljétek el, hogy ilyen 100 méterre horgászom, én ott van kiklipszelve a zsinórom. A gát oldalába dobta be az összes szerelékemet, utána a következő probléma abban rejlett, hogy ki kell tekerni a szereléket, rengeteg vízközti hínár, nejlonzacskó darab, amit el tudtok képzelni, ilyen fél méterenként rá volt ragadva, akkor attól kellett megszabadítani a szereléket. A hétfő az ezzel telt, kedden, nem is hétfőn reggel felkeltünk, akkor egy szép napos időre ébredtünk, de tudtuk, ez a halfogásnak annyira nem fog kedvezni, új taktika, ugye újra kellett etetni, újra kellett dobálni mindent, mert tudtuk, hogy a bejutatott szerelék a két napban az abszolút nem lesz a előttünk lévő távon, úgyhogy ezt megcsináltuk, na viszont jött megint a fekete leves, kedden 10 órától néztük az erőjelzést, még durvább vihart kaptunk, olyan szinten, hogy nem is tudtunk a sátrunk bejönni, eső, szél, amit el tudtok képzelni. 24 órán keresztül ilyen velem se történt, a sátram fogságában voltam, és már szinte tényleg fáj a hátam, a combom, a derekam, mindenem a sok fekvéstől, egyszerűen nem tudtunk előjönni. Na most ugye szerda, egy napot így van, szerda reggel 10 órakor tudtunk ugye kijönni a sátrunkból, akkor ettem először, mert ugye főzni sem nagyon tudtam, kimenni a főző cuccom, és sem éppen valami kis csoki darabokat ettünk 24 órán keresztül, eszméletlen volt. És akkor szerdán ilyen délfele Kristófék is megérkeztek hozzánk ugye Csabi barátommal, ugye majd forgatunk, de hát még az a tegnapi nap nem volt erre alkalmas, hanem délután négy fele kezdett el csillapodni a szél, újra kezdtük a horgászatot, most már harmadszor a héten, tegnap este megint megetettük a pályát, bedobáltunk normálisan, nyugodtan, az éjszaka egyelőre csendesen telt, ez várható is volt egyébként, mert rendkívül szerintem nagyon sok vízközti hordalék van a tóba, és nagyon zavaros most a vize, és úgy gondolom, ennek a napos időnek köszönhetően a halak is, ugye ahogy mi is most kinnülünk a napon, kimentek a kisvízbe, és reménykedünk abban majd éjszaka visszahúzódnak hozzánk. Úgyhogy most a hatodik reggelen itt állunk, harmadszorra próbáljuk felépíteni a horgászatunkat, de nem csüggedünk, bízunk benne, ha már egy-egy jó halat elsikerül kapnunk, akkor elégedettek lehetünk. Ugye a táj maga a közeg az nagyon szép, úgyhogy bízunk a legjobbakba. Ugye a héten harmadszorra
építjük fel a horgászatunkat, ami azt jelenti, hogy látjátok, most tükörvíz van, ilyenkor van esélyünk arra, hogy pontosan megetetjük az előttünk lévő pályát. Ugye a színes zsinórnak köszönhetően, az azért fontos a színes zsinór ilyenkor, ugye látjátok ugye a támpontot szembe, ugyanarra a távra van kiklipszelve a szpombos botom, minden amivel ugye horgászom, és ezáltal mindig ugyanabba a távba, ugyanarra a távolságra tudom bejutatni a szerelékemet. Most ugye reggel nem frissítettem, ugye éjszaka csendesen telt, de a csali biztos vagyok benne, hogy bent maradt, de viszont egy pár szpombot etetek, mert úgy gondolom, hogy a halak ezeken a vizeken ugye nem csak a táplálék, hanem ugye a hangot táplálékhoz kötik, tehát ha becsapódik a szpomb, vagy éppen dobócsövezünk, akkor azt ugye ahhoz kötik, hogy ugye tudnak enni itt a terülj asztalkán. Ugye, ahogy látjátok, mindenféle mikropellet van ebben, illetve pellet bojlik, amivel csalizom, annak a keverékét jutatom be a szpombbal. Meggyőződésem, hogy a pellet az itt is eléggé fogós, mert sokan etetnek vele, úgyhogy ennek jónak kell lennie. Az első pár napban nekem is fura volt, ugye, hogy rakétával kell szpombba behűtetni az etetést, illetve dobni, de motivált vagyok, ismét valami újdonság. Ahogy hallottátok, ugye, ahol kiklipszeltem, ugye amikor megütöm a klipszet, akkor tudjuk, hogy ugyanazon a távolságon horgászunk, ahol a szerelékünk van. Ez ilyen megnyugtató hang. Ráadásul még élvezem is itt a pár napban, hogy ting! Úgyhogy ismét valami új motivációs plusz, hogy dobva nagy halat fogni. Úgyhogy nem ez volt az utolsó horgászatom, mert most már elterveztem, hogy jövőre többet fog kiállni ezekre a vizekre, mert ahogyan sokan gondolják, csak felcsalizunk, bedobunk, iszonyat munka. Pont azt beszéltük a srácokkal, hogy már mindenkinek keze, háta, dereka, mindene fáj, mert ez óriási fizikai igénybevétel a hét folyamán, ugye ezzel a rakétával bejutatni azt a mennyiséget például gondoljátok be, mint a csónakkal behúznánk és egy vödörnyi volt itt bemernénk csak. Ugye ezt nekünk ezekkel a kisebb méretű rakétákkal kell megoldanunk. Plusz itt a pontosság, hogy a klipsz mindig ugye kimérjük a zsinót, ugyanazon a távolságon, ugyanarra a helyre dobni vissza, mert csak akkor lehetünk eredményesek, mert ezek a vizek azért rendkívül agyon vannak horgászva az év 360 napjában. Hát nem egyszerű, de ettől szép ez. Én egyelőre egyébként nagyon élvezem. Tartottam tőle, mert azért ez eléggé távol állt tőlem az elmúlt 10 évben, de viszont rendkívül örülök, hogy így helyet sikerül állom. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy az év talán legjobban várt túráján vagyok itt Tribajban. Nem sok időm volt ebben az évben horgászni, és hát ennek a tónak a híre mágnesként vonzott engem is ide, úgyhogy nagyon vártam, hogy eljön ez a pillanat, hát most itt ülünk Tribajban. Gyönyörű, szép napsütéses idő van, most, nem volt ez mindig így. A megérkezésünkkor éppen csak, hogy volt idő a sátrainkat felállítani, elkezdett esni az eső, majd ahogy beesteredett, iszonyatos szél támadt, és hát azt hittük, hogy életünk legnagyobb viharát fogjuk átélni most. Egészen így volt ez a túra harmadik napjáig, amikor megint feltámadt a szél. Már az első nap, pontosabban ugye második nap, a megérkezés második napján kapásom volt, egész rövid távra, egy 40-50 méterről. Felcsúdva meglepődésből a bothoz szaladtam, és hogy felvettem a hallal a kontaktust, éreztem, hogy hát ez valószínűleg a híres tribai pontjok egyike lesz, hiszen legalább 40-50 méter zsinort lehúzott az orsomról, mire meg tudtam állítani. Mindez viharos szélben, de a hal is nem befele menekült, hanem a part mentén menekült el tőlem. Visszafordítottam, és hát biztos sokan ismerjétek azt az érzést, ez a cementes zsák, mintha egy cementes zsákot húznál a vízbe. A hal maga biztosan kómótosan úszott. Tudtam, hogy jó hallal lesz dolgom, vagy legalábbis éreztem. Nem tudtam, de éreztem. És hát a nagy szélben nagyon-nagyon óvatosan fárasztottam. Hát mennyi, egy ilyen 20 percig tartott ott a fárasztás, itt a csapattársak drukkolásának közepette.
És nagyon nehezen mutatta meg magát a hal, folyamatosan lefelé tört, ugye itt a gáton horgászunk, ahol információm szerint egy ilyen 3,5-4 méteres víz van. Folyamatosan lefele tört a hal, csak azt láttuk, hogy iszonyatos burványokat kavar a farkával. Egyszer följött, és akkor láttuk, hogy hát ez tényleg hatalmas hal. Akkor aztán tényleg elkezdtem izgulni, hogy jaj, csak el ne menjen, jól akadjon a horog, de szerencsére 4-es horgok voltak feltéve, a White Gap horgok voltak feltéve, és hát bizony jól akadt, úgyhogy sikeresen megszákoltuk ezt a halat, és hát a legnagyobb örömmel egy gyönyörű, szép tőpontot tartottam a kezembe, ami több mint 26 kilót nyomott. Hát így kezdődött el a túra igazából. Ez nagyon nagy lendületet adott nekem is, és szerintem az egész csapatnak. Volt egy nap csendes időnk, volt egy éjszaka, utána, amikor volt két kapásom, az egyik kapásnál, mire odaértem a bothoz, addigra sikült a halnak kifújni a csalit, úgyhogy ott akasztásig sem jutottam el, azt nem is bántottam, ezt a csalit és ezt a szereléket, újra sem dobtam. Ez jó ötletnek bizonyult, mert fél egy óra körül éjjel ismét ugyanerre a botra volt egy kapás, amit sikeresen megszákoltam. Ez egy gyönyörű, szép növendék nyurgaponty volt, tényleg egy ilyen sodrófatestű nyurgaponty volt, de egy ilyen 6-7 kilós lehetett, tehát ez nem volt olyan nagy hal, de nagyon szép volt, nagyon örültem neki, illetve hát egy kicsit visszaigazolt a befektetett munkát, hogy talán jó úton járok ahhoz, hogy majd halakat tudjak fogni itt Tribajban. Aztán megint elkezdődött a vihar. Tudtunk róla, nem ért minket, váratlanul beharangozta az időjárás előjelzés, arra viszont nem számítottunk, hogy milyen erős lesz ez a vihar. Elkezdte dél körül, kora délután talán. Onnastól kezdve igazából nem tudtunk sem etetni, sem gyakorlatilag nagyokat dobni, hiszen olyan viharos erejű szél volt, hogy a sátrokat majd elvitte. Így indultunk neki az éjszakának, én akkor már kivettem a botjaimat, mert hát itt a partra felcsapott a víz egy ilyen cunami jelleggel, már itt most a partot a víz, és hát úgy gondoltam, hogy biztonságosabb, hogyha kiveszem a botjaimat. Hát a sátrakat az bizony fél óránként, óránként körbe kellett nézni, hogy a leszúró szövegeket kirángatta-e már a szél, ugyanis eső is esett, felázott ez a felső talajréteg, nem volt olyan tartása, mint egy száraz földnek, és ezért bizony kihúzgálta a szél a leszúró cölöpöket. Hát ezeket rendszeresen vissza kellett ütni, és vigyázni rá, hogy a sázunkat ne vigye el a szél. Hát sajnos így is egy öreg brólit használtunk nappali sátornak. Így ezen a szegecsek egy idő után nem tudtak ellenállni ennek a hatalmas szélnyomásának, hiszen szinte belenyomták a földbe a sátrat, ugye a szegecsek elpattantak a tartórúdon, úgyhogy el is kezdte volna vinni a szél a sátrat, de időben észrevettük, elkaptuk, de sajnos megmenteni már nem tudtuk, gyorsan összecsuktuk, és hát ami alatta volt cuccunk, azt pedig megpróbáltuk valamilyen szinten eső elől megvédeni. Illetve hát természetesen voltak olyan felszereléseink, amit a szél felkapott, és tulajdonképpen csak a szél útjában tudtuk lekövetni, hogy merre repül, ami vagy a tajtékzó hullámok között landolt, vagy pedig a sötétségben eltűnt. Úgyhogy így telt el ez az éjszaka. És hát ez a délelőtt is, úgyhogy itten igazából 24 órát vagy a sátorban töltöttünk, vagy a sátor mentésével, a sátor megvédésével töltöttük. Ezt a 24 órát következő nap kora délután csendesedett meg a vihar, hogy érzékeltessem, hogy milyen szél volt. A merítő háló majd a hálónak a kereténél karabinerrel lekötöttem, egy biztos ponthoz, hogy ne tudja elvinni a szél. Ez a szél csak a rúdját kicsavarta a keretből, és elvitte a rudat. Hát el tudjátok képzelni, hogy egy rúd, egy vékony merítőnyi rúdba milyen felület van, amit meg tud fogni a szél, és ezt a szél bele tudott kapni ebbe a rúdba, és elvitte. Úgyhogy kicsavarta a karabinerrel rögzített keretből igazából a nyelet, és elvitte a szél. Tehát hihetetlen. Soha nem tapasztaltunk ilyen szelet. Úgyhogy ez a mai, mivel hogy csúsztam egy kicsit, tegnap igazából újra kezdtem
az etetésem kialakítását, ezért most egy kicsit változtatva a mai naptól fogom ezt bevezetni, hogy már csak bojlival etetek. Dobócsővel fogok beütetni 24-es bojlikat. Ezt amellett, hogy nyilván legyen valami az etetése, amellett a hangját is, hiszen itt mindenki partról lett, tehát ugye nem lehet vízre menni, ezért biztos, hogy a halak már megszokták a hangokat, táplálék, vízbe csapódásának tulajdonítják ezeket a hangokat, úgyhogy a dobócsövezést azt a hangja miatt fogom alkalmazni, hogy hát, hogyha ezzel be tudom csábítani a portyázó halakat. Ez azt jelenti, hogy óránként, másfél óránként egy 5-10 szemet dobócsövezek ebből a 24-es méretű bolívból, illetve 16-os és 20-as méretű bolikat fogok ezután már csak spomball bejuttatni, és meglátjuk, hogy milyen eredménnyel sikerül ezt megvalósítani. Nem tudom, hogy ti éltetek-e át már komoly vihart a vízparton, de valami felgeteges érzés. Tehát, hogyha nincsen meg bennetek az az érzés, ami bennem megvolt, hogy itt vannak a csapattársaim, ha igazán nagy baj van, akkor az ő segítségükre számíthatok, akkor talán sokkal-sokkal, de nagyobb pánikban éltem volna meg ezt. Így is húztam a nyakamat, hogy mi fog itt történni. Ülsz bent a sátorban, hallod, hogy borzalmasan morajlik valami. A középen felakasztott lámpa az így teker. A sátor, amerről a szél fúj, az folyamatosan így hajlik rád, így nyomkodja a válladat. És a legrosszabb az egészben, hogy nem tudsz ezen ellen mit tenni, nem tudod lentebb venni a szelet, hogy hát ez sok, vegyünk vissza belőle. Igazából várod, hogy mi fog történni. Na akkor az baj. Itt folyamatosan próbálni kell figyelni. Folyamatosan figyelni kell azt, hogy a sátor az ellen tudjon állni ennek a szélnek, hiszen nem hagyhatjuk magára, hogy majd a sátor megoldja, és akkor megúszom. Ezért volt az, hogy ugye én Rebivel horgászok egy álláson, és megbeszéltük, hogy fél óránként ki kell menni. Fél óránként mindenképpen ki kell menni, át kell nézni a cövekeket. Én úgy gondolom, hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy átvészeltük ezt a borzalmas vihart. Szombaton megérkezés követően azonnal kipakoltunk a kocsiból, felállítottam a sátrat, összeraktam a rotpodot, a halkímélő eszközöket, stb. Már úgy jöttem el otthonról, hogy fel voltak szerelve a botok, így csak kivettem a kis bottáskámból, letettem szépen a rotpodra, felcsaliztam az előkéket, és mehettek is be. Kaptuk már a tréba időjárásból, hiszen elég jó kis szél fogadott minket, de még nem befolyásolta azt, hogy ne tudjunk horgászni. Az alaptaktika, amit kigondoltam, hogy 110 méterre beeltetek, ezt kimértem és klipszre dobáltam. Egy bottal szerettem volna 120 méterre, egy bottal 110-re, egyre pedig 90-re horgászni. Ezeket meg is tudtam tenni még ebben a szélben. Ez a 110 méter egy pont olyan táv volt, amit ha még elfogadható szél van, akkor ezt simán meg tudom etetni. Nyilván, hogyha akkora szél, akkor ez már nem kivitelezhető. A szombati napon gyakorlatilag ez a szél uralkodott, majd éjszaka betört egy kicsit komolyabb vihar, ami egészen kitartott másnap, tehát vasárnap délutánig. És ez egy kicsit már megnehezítette a horgászatunkat, hiszen voltak olyan széllökések, amikor konkrétan a rotpodról leemelte a botokat, hiába voltak kikötve, hiába volt oda gyors kötözőzve, minden, ez eszméletlen vihar volt. Vasárnap ugye délelőtt Józsinak egy csodálatos halat sikerült fognia, ami megmelengette a szívünket, hiszen egy ikonikus halat sikerült innen a tribai víztározóból megfognia, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki. Így
felbuzdulva ezen lefrissítettem a végszerelékeket, elkezdtem újra etetni, viszont már egy közelebbi távot, mert akkora volt a szél, hogy nem tudtam pontosan megdobni a 110 métert. Ez a nap után a kapástalanul telt, majd éjszaka beköszöntött a tényleges, nagyon-nagyon-nagyon durva szél. Olyan vihart kaptunk, amit nagyon sokat voltam már vízparton, de ilyet még soha az életben nem éltem át. Az a fajta szél, az a konkrétan vízszintesen esett az eső, borult minden, mindent lekötöttünk, még így is kitépte a helyéről. Ültünk a sátorba, és én például gumicsizmába, esőruhába vártam azt, hogy mi lesz. Vajon elfújja a fejem felől a sátrat, vagy sem? Szerencsére nem így lett, hiszen többször kimentem és ellenőriztem, hogy a cölöpök jól le vannak ütve, nem jött ki a helyéről, de ez annyira durva volt, hogy ilyet senkinek nem kívánok. Egyszerűen botokat ki kellett venni, mert nem volt biztonságos a rotpodon hagyni, hiszen véletlen lefújja, eltörik, eltűnik. A vödröket úgy, hogy tele volt vízzel, elfújta konkrétan a szél, megtaláltuk ott a nádasban. Nagyon-nagyon-nagyon durva volt, úgyhogy túléltük ezt, és elérkezett végre utána a kedd reggel, amikor is egy kicsit szebb időjárás fogadott minket. Elkezdtem újra felépíteni az etetést, kötöttem új előkéket, megpróbáltam még messzebb dobálni, hát ha onnan sikerül kapást elérni. Majd kedden este újabb vihar érkezett meg, és ez már nem volt annyira durva, mint az előtte levő, viszont itt is visszabb kellett venni az etetést, és végül is közelebbre dobáltam nagyjából ilyen 20-30-40 méteres távokra kis PVR rudakkal, hogy hát ha ez a felénk fújó szél és a hullámzás betolja esetleg elénk a halat. Majd utána másnap szerdán ez a szél kitartott sajnos, úgyhogy maradt az eddigi PVS módszer, és végre elkezdett csendesedni az idő. Szépen lassan leállt a szél, szépen összeszedtük magunkat, újra szórtuk a sátrakat, rendet raktunk, összeszedtük azokat a dolgokat, amiket úgy fújt szét a szél, hogy ki voltak kötve, de szerencsére sok mindent megtaláltunk, néhány dolgot nem. Majd elérkezett a délután, csendesedett, nagyjából ilyen 5 óra körül elkezdett lemenni a nap, és végre újra fel tudtuk építeni az etetéseinket, mindannyian elkezdtük beszpombozni ezt a csalogatóanyagot, amit beszerettünk volna juttatni, elkezdtük feldobálni a szerelékeket a nagyobb távolságokba. Úgyhogy azóta itt várjuk a kapást, és bízunk abban, hogy tartogat még valami szépet nekünk Tribaj. Hamarosan lemegy a nap, úgyhogy még előtte gyorsan lefrissítettük a végszerelékeket, illetve mindannyian beszpomboltuk az éjszakára való etetőanyagokat, csalogatóanyagokat. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel vágunk bele az éjszakába, mert eddig nem láttunk annyi fordulást, mint az elmúlt fél órában, úgyhogy úgy néz ki, hogy a kíméleti rész felül talán jönnek felénk a pontyok. Ezt pár fordulás már mutatja. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az éjszaka tartogat meglepetéseket.
Ugye milyen jó? Így balosztam a kamerát. Bakke bájtok. Végre megérkezett az első kapásom. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de szerintem ez nem a nagyja lesz. De nem baj, hiszen ez egy biztató jel, hogy későbbiekben hát, ha becsúszik egy-egy szebb példány. Ez lesz a bebenlegítő halad. Bezony. Előbb már felszaladtam a mögöttem található kis rézsűre vagy patkára, nem is tudom pontosan, hogy... Szóval felszaladtam, mert előttem nagyjából ilyen 50 méter környékén valamilyen akadó van sajnos, és nehogy véletlen ott lefűzze magát. De igen. Már be is jött az mindjárt előtét. Mindjárt meglátjuk a halat is. Igen, mert a tavaly lengyelországi túrán ugye egy kapásunk volt egy hallal, és hát most jelen pillanatban is szinte így álltunk, és megbeszéltük Rebivel, hogy ha ez a túra is így telik el, akkor mi nem horgászhatunk. Tehát vagy sámánt kell fogadnunk, vagy nem jövünk. Levenni a rontást, vagy nem horgászhatunk együtt, megvan. Jaj, hál az égnek. Jaj, de jó. Hát figyelj, azért nem olyan nagy orosz macska itt. Egyébek a délik csak. Várj, fogad? Aha. Ezt a fejlámpát ezt lekapom. Józsi fenséges reggelét fogyasztottuk el, és pont arról beszélgettünk, hogy ugye készítettem reggelbegeket, és bízva abban, hogy hát ha ezek is finom falat, pár kis pelletmorzsával kedves lesz a pontyok számára, és úgy néz ki, hogy ez bejött, úgyhogy meglátjuk, hogy mi van a horgon, de jobbnak tűnik, mint az előző, az esti, de nem sokára kiderül. Viszont visszament az előtét. Innen ilyeneket nem mond. Ne ragd rá az ideget szegény lányra, elég az ember baj ilyenkor. Csoda szurkolótából kérem. Vízbe nem menj le. Hát dehogy megyek a vízbe. Felesleges valami. Ja, hogy levágja az illóta. Nem tudom, hogy megy. Nagyon gyorsan lemegy ott még, szerintem ott már mehet annyira, ott már nincs benne a feje. Ez a teamwork. Azt hittem láttam, de nem. Ez a felhúz. Jó. Mi levegő van benne? A nagy gospont. Az unokatestvére a büfésnek. Együtt kezdték így. Csak azt az egyik a vízbe ment, a másik meg a büfébe. Ez ilyen. Ja, gratulálok! Vigyázz! Ó, milyen háta van!
Szóval láthatom? Nem. Gratulálom! Megérdemelted magam. Megszülted. Micsoda szája van. Nehogy eldobj meg. Ha ne fogsz, hogy dobja is igazán. Nagyon ügyes voltál. Köszi. Megérdemelted marhára. Bravo! Jaj, de jó! Sajnos ugye a nappali órákban a benti etetés, illetve a bentre dobott szerelékek nem működtek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy két botra, így a nappali órákban készítek egy-egy beget, és ezeket dobálgatom ilyen 2-3-4 óránként, attól függ. És erre most meg is érkezett az első jelentkező, amint láthattátok. Igazából egy nagyon kis egyszerű pegszerelék, rajta egy megfaragott boily, mikropellet, és megy is be. Ennyi volt az egész. Jaj, nekem ez az állandó futás. Eljött. A másik PVA beges bedobott végszerelékem is gazdára talált. Ez talán egy kicsit jobbnak tűnik, de nem akarom elkiabálni, meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre mindenhalnak örülünk, hiszen itt kaptunk ideget, meleget már a héten. Viszont egy kicsit odébb is kell mennünk. Nyomja ez a súlyt! Nyomja ez a súlytám! Kis golyó. Kis gömböc. Részben a csapat egyik felének már véget ért a tribai túrája, mi még Józsival maradunk egy napot, úgyhogy reménykedünk benne, hogy még tartogat valami szépséget itt Horvátországban nekünk a tribai víztározó. Zsömiék már összepakoltak és útnak indulnak ma, de szerintem kaptunk ideget, meleget ettől a víztározótól és ettől a csodálatos helyszíntől, viszont elégedettek lehetünk, hiszen megúsztuk mi is, és azért sikerült pár szép pontot kamera elé tartani. Igen, mondhatom a nevetekben is, hogy ilyen körülmények között még nem nagyon horgászott egyikünk sem, de viszont azt ne felejtsük el, hogy november közepe vége felé vagyunk most már, és minden kapás egy ajándék. Ugye itt is, amilyen nehézségekkel indult így a végére, nektek elég jó kis horgászat kerekedett belőle. Fogtunk mi is azért szép alakot a vízhez képest. Nem volt az igazi, azt azért érezzük mi is. Ugye most már nagyon, szerintem 4-5 fokot hűlt a víz pár nap alatt, de a maximumot úgy gondolom, hogy kihoztuk ebből is. Így van, soha rosszabb novemberi horgászatot azért. A horgászatban nagy tényező a szerencse is, ugye ezt tudjuk csökkenteni azzal, hogyha ismerjük az adott vizet, hát mi most először voltunk itt, úgyhogy kaptunk egy kis ízelítőt belőle, én úgy gondolom, hogy mindnyájatok nevében mondhatom, hogy vissza fogunk jönni még ide. Nekem nagyon tetszik ez a víz, nagyon szeretném megismerni jobban, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok az eredménnyel. Nem is eredményben mérjük ezt igazából, élményben. Nagyon sok élményt kaptunk ettől a túrától, hiszen a viharban azt hiszem, hogy eléggé jól kovácsolódtunk az anyagi károk mellett. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat, és biztos, hogy vissza fogok ide jönni. Igen, meg azt azért elmondanám, hogy jó pár csapat ül itt, ugye olaszok mindenki itt a vízparton még. Ők még kapás nélkül megúzták ők is ezt a pár naphoz képest, már elég szépen fogtatok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez semmiképp sem egy rossz eredménynek mondható ez a pár nap. De igen, amit szó követett, biztos, hogy visszatérünk, mert mindenkinek nagyon tetszett. Köszönjük szépen az egész éves figyelmeteket, és hát mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A horgászat egy ilyen sport.
Van, amikor kifogjuk azt az időszakot, és ezzel együtt a halat is, amiért a tóra érkeztünk, és van, amikor semmi nem jön össze. Ahogy történetünk elején említettem, jó helyről, jó időben.